Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon, én Petrojék, ez pedig a Barbie kihívásnak a következő része, és elnézést kérek az előző rész miatt, amiatt olyan rövid lett és olyan hamar lett vége, ezt sajnálom, de, de ez így alakult. A mai rész az remélhetőleg hosszabb lesz, és remélhetőleg nem fogom annyira hirtelen és hamar befejezni a részt. Mint láthatjátok most, körülbelül ugyanazt folytattuk egy egyébként, ahol abba hagytuk az előző részben, és uh, úgy döntöttem, hogy ugye az elkövetkezendő pár napunkat ismerkedése, illetve az új szímek megismerésével ugye akikkel találkoztunk, ez Blaine, Kira és Summer, tehát őket kéne kicsit uh, jobban és közelebbről megismernünk, és uh, szeretném uh, megcsinálni a bodybuildernek bodybuilder Úristen, ezt mindig annyira nehéz kimondani. Buddy der életcélnak ezen mérföldkövét. Na, csak sikerült kimondanom. Úgyhogy most azon dolgozunk, hogy meglegyen a hatodik a hatodik jártassági szint az atlétika jártasságból. Illetve, mint láthatjátok, nagyon nagy hó van, az előbb még esett is. Ó, el is értük a hatodik szintet, szuper! Akkor most elküldhetjük Barbit venni egy fürdőt, és hát hogy még egyszer, tehát hogy nem venni egy fürdőt, hanem zuhanyozni, és utána pedig aludhatunk, illetve Winterfest van, amit nem tudom igazából, hogy megünnepeljünk-e, nem igazán tartom lényegesnek és szükségesnek, hogy megtartsuk a Winterfestet. Nincs is hely most tényleg, most már tényleg nincsen hely egy karácsonyfának se, itt egy kis izé, bocsánat. <laughs> szóval nincsen nagyon helyünk, úgyhogy nem hiszem, hogy meg fogjuk ezt ünnepelni, úgyhogy hát ne haragudjatok, de ezt kiikszalám, nem ezt tartom most jelenleg a legfontosabb dolognak, úgy érzem, hogy ez egy ilyen családi um, családi ünnep, és um, Hát, mivel Barbinak külön élne, él a családja, hát nem tudom, na mindegy. Meg hát mondom, nincs is annyi hely, úgyhogy majd majd ö, majd idővel meg fogjuk ö, ezt ünnepelni, ígérem mindegyiket. Illetve a napi feladatunk is ö, készen van. És ö, hát most csak ingolnunk kéne két teljes órán keresztül, úgyhogy úgyhogy valahogy ezt el kéne érnünk, hogy uh, elmenjen Barbie ilyen hideg időbe is csogingolni remélem, uh, remélem, hogy el fog menni és remélem, hogy nem pizsamába fog maradni öltözzet kérlek úristen, de pizsamába van még mindig na mindegy na, most már jó, mondjuk ez is ez sem egészen jó, tehát uh, igen ez is túlságosan uh, kis alulöltözött, de mindegy egy óra már megvan, úgyhogy még egyet gyorsan joggingoljunk, és uh, utána pedig remélhetőleg meg lesz ez a mérföldkövünk is. Ez az, igen, meg is lett. És a következő mérföldkövünk, amit teljesítenünk kell, az az, hogy a tizedik szintet el kell érnünk a fitness jártasságból. A másik pedig, ezzel még soha nem találkoztam, Rich Sims Maximum Body Potential uh, Hát, jó, ez azt írja, hogy csak ö, dolgoznunk kell a testünkön, vagy valami ilyesmi, nem értem pontosan, de hogyha jól látom, akkor ez lesz az utolsó mérföldkövünk. Föl, Úgyhogy ö, vegyünk egy iszapfürdőt, iszapfürdőt, ugye, sárfürdő, legyen iszapfürdő, és kicsit lazítsunk, szerintem igazán megérdemeljük ezt a lazítást, és utána szerintem elhívhatnánk az új ismerőseinket, ó, oh, megy le a higiéniája, na mindegy, utána elhívhatnánk majd estére, szerintem, um, jaj, kicsit koszos vagy, <laughs> szóval elhívhatnánk az új barátainkat um, bulizni egy kicsit. Az a helyzet, hogy elfelejtettem elhívni a, az ismerőseinket um, jöjjj, bulizni, mert azt hittem, hogy reggel 6 óra volt, de közben megkiderült, hogy este 6 óra, úgyhogy mindegy. Akkor ez máskorra marad, és itt valamiért rózsaszín a fény. Miért rózsaszín? Egyébként tök... Szia, Cica! jó szegényem, beteg. Cool. Ó, de cuki vagy! Na, nem tudom, hogy itt miért rózsaszín egyébként a, a fény, minden esetre, tök jól néz ki. Um, tudom, hogy mindig nem fogadtunk örökbe kis cicát, de egyszerűen annyira szeretném először teljesíteni a... De legalábbis először haladni valamerre a dolgokkal, hogy a jártasságokkal, állással, meg ilyesmivel, hogy még nem állok én készen arra szerintem, hogy... Hogy cicám legyen, vagy kutyám, vagy bármiféle házi állatom, esetleg egy hörcsögöt örökbe fogadhatunk, hogyha végeztünk a bodybuilder Bilder akkor esetleg ennek a helyére uh, tudnánk venni egy hörcsök ketrecet, úgyhogy az még úgy mondom, hogy még mondom, hogy így oké, okay, oké, okay lenne, de most egyelőre még nem ó, új a tévé, mármint hogy TV season per premier, szóval egy sorozatnak van ma a premiere, ami azt jelenti, hogy uh, uh, ma, tehát hogy ma van egy uh, nagy uh, premiere az új uh, sónak a tévében, uh, legyél biztos abban, hogy uh, megnézed még azelőtt, hogy bármiféle spoiler, um, spoiler Kapjon a szímed, vagy akár bármiféle spoilerre be így belefuss, vagy hogy lehet ezt mondani. És hát akkor nézzük, nézzük a közbe nézzük mi is ezt a premiért, kíváncsi vagyok. Ó, hát fiam, nézzett tovább, hát, jaj, nagyon álmos, és amiatt tökre ijesztő fejet vág egyébként, igen, tudom mármint, hogy a, az elkenődött sminkféle dolog, inkább ezek egyik, mint karikás szemek, de mindegy. Szóval ez elég ijesztő. És megnéztük úgy, hogy hát ez így ennyi volt. Ennyi volt, mert miatt gondolom nem kapunk semmit, meg nem fog semmi történni, úgyhogy szerintem most megküldjünk is le aludni, és meglátjuk, hogy mi lesz holnap. Oké, azt mondom, hogy akkor folytassuk is ezt az egész edzést, mert tényleg nagyon tök jó lenne, hogyha teljesítenénk végre ezt a bodybuilder életcélt. És egyébként azt nézem, hogy már elég sok pontunk van, 11.225 pedig még csak egy uh, életcélt teljesítettünk, illetve oké, okay, akkor legyen egy, egy és három negyed. De így is tök jó sok uh, pontunk van. Viszont egy kicsi szósörre lenne szükségünk, illetve kajánunk is kell, nem tudom, hogy van-e étterem lerakva a szomszédságomban, viszont tök jó lenne, ha le lenne rakva. Há, inkább csak áthívom lazulni egy kicsit kiírát kírát mondjuk. Ő elég aranyos volt velünk, számára annyira nem. Úgyhogy szerintem summer nem leszünk éppen a legjobban, bár, bár még ki tudja. Előveszek valami kaját, mondjuk csirkét, és akkor ebből majd eszegetni fogunk. Itt is van Kira. Ó, oh. ups, nem akartam elküldeni? Ne! Na, beszélgessünk akkor egy kicsit. Dobjuk fel a napját. És ne menj el. Miért megy el? Mi ez a garnis? De miért megy el? Elment. Oké, okay, hát ez nem volt túlságosan sikeres. Úgyhogy akkor felhívjuk telefonon, mondjuk blaine és akkor beszélgetünk vele maximum. Itt van, most újra ide. Mi van? Akkor uh, hívjuk kajálni, és akkor kajáljunk egyet együtt, és akkor egy csapásra két legyet ütünk. Ó, oh, csengővel, ezt eddig nem is tudtam, nem is figyeltem, na mindegy. Nem azért mondom, de nem így desek egyébként, hogy ennyire ennyire aranyosak, Istenem, tök jó szímek lettek. Tökre tetszik, tetszenek nekem mindketten. Um, adjunk neki főzési tippeket, és uh, enjoy company, az nem tudom, mit jelent, de enjoy-oljuk. Um, meg vele főzési titkokat, és um, nem is tudom, kompléneljünk a fűtési a magas fűtési, nem tudom, úristen, hogy kell ezt mondani, bértől, vagy pénztől, vagy nem tudom, mindegy. adjuk értitek, mire gondolok. Kérdezzük a napjáról, mit csináljunk még, kérdezzük a karrierjéről, oké, okay, Kira, ira úgyhogy folytassuk is tovább az egész életcél dolgot, már nem sok kell a hetedik szinthez, sőt, Hamarosan meg kéne lennie. Ó, oh, kaptunk egy új uh, személyiséget. Fresh chef úr nem tudom kimondani. Uh, always make the highest quality food and it never spoils. Wow, oh, de jó. Tehát mindig a, a legjobb kajákat csinálják, és sose ég oda. És elértük ugye a hetedik szintet. Uh, az Hát a fitness jártasságból igen, mindig atlétikát akarok mondani, de nem tudom hogy miért. És tényleg nem tudom, hogy ezt hogy lehetne teljesíteni. De mindegy, remélhetőleg, hogy ez is uh, sikerülni fog majd nekünk. És hagy, hamarosan lejár a, a. Hogy is vagyunk. 14 óra múlva megyünk dolgozni, igen. Aki okay, viszont most már abba hagyom, mert eléggé álmos uh, Barbie, és zonyozunk le, ezt egy tisztítsuk ki, és aztán pedig uh, Feküdjünk le aludni, és Hány óra múlva? 11 óra múlva akkor megyünk munkába. Oké, okay, akkor uh, Barbie fel is kelt, és akkor 5 óra múlva megyünk dolgozni, úgyhogy elmegyünk most, uh, és Gondoskodunk a szükségleteiről, és uh, utána pedig egy kicsit folytathatnánk egyébként uh, az edzést, és HEAL Challenge? Ó, oh, mi ez? Rövidebb és intenzívebb uh, um, ilyen uh, edzésterv, vagy vagy edzés, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt, és a HEAL Challenge szerintem olyasmi, mint nem is tudom. Nem ér nem tudom. Ilyet én még nem is láttam egyébként. Most azért. Ez durva. Tehát én itt soha nem tudnék edzeni, az biztos. Ez tényleg olyan, mint egy hegy. Oké, okay, vettünk egy inspiráló fürdőt, és akkor most már mehetünk is dolgozni, úgyhogy remélhetőleg elő fognak léptetni. Meg kéne állítani, hogy work hard. Ja, nem, nem fognak elő léptetni, hát most léptetek elő, nem régen, nem? Hát akkor még nem, nem hiszem. Um, nem tudom, hogy mit válasszunk. Jó, az valószínűleg jó lett. És tökre jól fölment egyébként a teljesítményünk, még mehetett volna egy kicsit, de, de mindegy. elég sok pénzt keresünk már egyébként, úgyhogy most um, csinálunk kéne ugye kajákat. Viszont a szórakozásunk elég jelent van, úgyhogy először menjünk ki játszani egy kis játékkal. Aztán csinálhatnánk valami kaját, mondjuk... Um, fú, ha csilit, nem tudom, az mindig egy jó választás. És aztán pedig um, edzhetnénk egy kicsit. Na hát két órán belül már úgyis dolgoznunk kéne menni, de én akarok dolgozni menni. Tehát dolgoznunk kéne menni, és... Uh, és én akarok dolgozni menni attól függetlenül, hogy ma új év van, úgyhogy úgyhogy én elküldöm őt majd dolgozni, biztosan vagy, biztos vagyok ebben, és hát edzeni most nem fogunk tudni, úgyhogy csak hívjunk fel valakit, és legalább a social jártaságát egy kicsit, vagy hát, hogy a social szükségletét egy kicsit vegyük feljebb, és mondjuk beszélgessünk hírával egy kicsit és akkor igazából most már el is mehetnénk dolgozni. És hát lehet, hogy majd megünnepeljük az új évet, még ebben nem vagyok teljesen biztos, de, de nem is tudom, új évi fogadalmat mindenképpen szeretnék tenni, úgyhogy azt mindenképpen fogok tenni, amíg, hogyha esetleg van rá lehetőségünk, és van még annyi időnk. Egyébként elnézést kérek az összevisszaságomért, csak közben itt körülöttem káosz van, és ezt így nehezen tudom így összehozni a felvétellel, de semmiképpen sem szeretném abba hagyni a játék felvételét, úgyhogy... Úgyhogy ez most ilyen lesz egy kis ideig, és remélhetőleg nem túl sokáig fog uh, elvonulni a figyelmem. Szóval, uh, most akkor gondoskodjunk barbi szükségletéről, tegyünk gyorsan egy... Uh, újévi fogadalmat, mondjuk azt, hogy előléptetnek. Kétettünk egy újévi fogadalmat, most akkor nézzük meg a visszaszámlálást, és igazából ennyi is, amit fogok csinálni. Nem fogom túlzásba vinni. Oké, okay, és igazából véget is ért az esemény, úgyhogy uh, már nem kell tovább foglalkoznunk vele. Akkor uh, most szerintem lefekszünk majd aludni, és opá, mondom, aludni, opá, mondom, mi van? Aludni! Igen, és utána pedig majd uh, foglalkozunk az életcélunkkal. És igazából két óra múlva már indulhatunk is dolgozni, úgyhogy uh, megint csak a szükségleteiről kéne gondoskodunk. Uh, Úr nem csináltunk kajákat, úgyhogy ezek szerint kajákat kell most csinálnunk, elég sokat, és elég gyorsan, minél gyorsabban, annál jobb, úgyhogy most úristen nem fog sikerülni, nem fogjuk tudni megcsinálni. Na basszus. Elfelejtettem, hogy kéne kaját csinálni teljes mértékben, és áramlott a hűtőnk is, úgyhogy hát mondjuk ez nem probléma, hogy áramlott, mert így is csak fejlesztjük a handiness jártasságunkat, viszont um, kéne mennünk dolgozni. Úgyhogy menjünk dolgozni, az a legfontosabb, és dolgozzunk azért keményen hát, ha léptetnek. Hát nem, nem léptettek elő most sem, de majd következő alkalomkor hát ha. Úgyhogy javítsuk meg a hűtőt először is. És akkor most rögtön kezdjünk neki a kaják csinálásának, hogy még véletlenül sem maradjon el, és ne felejtsem el. Ó, és itt van, ezt majd ö, meg kell nézegetnünk. Bartokra kell bontanunk, vagy hogy is mondjam, részekre. Ki kéne dobni, ezt folytatni kéne, és nem tudom, hogyha folytatjuk, akkor. Nem, akkor nem lesz semmi. Oké, akkor csináljunk gyorsan még valami kaját, mondjuk egy gourmet csináljunk, és mondjuk egy uh, Simsiti City Cheesecake-et, mert uh, nem tudom, annyira kíváncsi vagyok rá, hogy hogy néz ki. Ó, nagyon kis csini, nuvú, no, de jól néz ki. Ez nagyon jól néz ki, ezt ide rakjuk, majd eszünk belőle. De viszont most gondoskodnunk kéne Barbi szükségleteiről, úgyhogy elküldjük aludni, és majd, hogyha fölkált, akkor felhívunk valakit, akivel tud egy kicsit szocializálódni. Oké, okay, meghozták a postát is, úgyhogy fizessük be a számlákat gyorsan, és Barbi nagyon szeretne megölelni valakit, ez nagyon kis aranyos. Nem tudom, hogy van -e itt valaki, aki mondjuk a családtagunk, és meg tudnánk ölelni. De hát nem hiszem, most így nem látok itt senkit. Úgyhogy uh, beszélges Ó! Oh, elromlott a WC, szuper! Akkor ezt is meg kell javítani. A csap is elromlott, ez még jobb! Ráadásul, hogyha takarít, akkor megy fel a szórakozása is, úgyhogy ez uh, triplán jó. Egyébként. És akkor hívjuk fel szerintem Kírát, vele, most úgyis tök jóban vagyunk, úgyhogy Miért ne örülne annak, hogyha felhívjuk? Ráadásul ugye munkanélküli, úgyhogy bármikor ráér velünk beszélgetni, aztán pedig együnk egy kicsit ebből a sajtortából, és egyébként négy óra múlva megyünk dolgozni, úgyhogy hát nem tudom, hogy megérné-e edzeni egy kicsit, de nem hiszem. Úgyhogy. Hát inkább vegyünk egy inspiráló fürdőt kaja után, és esetleg folytathatnánk ezt a festményt addig, ameddig csak tudjuk. Ahogy látom egyébként ezek miatt, az edzések miatt Barbie egyre vékonyabb és vékonyabb, nézzétek meg milyen borzalmasan vékony, úgyhogy hát remélem, hogy hamar túl leszünk ezen a bodybuilder életcélon, és nem kell utána már túl sokat edzenünk, mert szeretném visszanyerni a régi alap aki szeretném egy picikét fölhízlalni, mert ez már igazából nem túlságosan emberi, és amúgy mennünk kéne dolgozni. Viszont elértük a festészet jártaság második szintjét, úgyhogy ennek örülünk, és dolgozunk keményen, és remélhetőleg most elő fognak léptetni. És igen, elő is léptettek, te jó ég. A legmagasabb szintre kerültünk. Úristen! Úristen! Uh, és teljesítettük az újévi fogadalmunkat is, előléptettek, és kaptunk egy csomó-csomó új dolgot, új ruhákat, uh, obeliszket, valami obelixet, na mindegy, megnézzük gyorsan, a ruhákat most nem hiszem, hogy meg fogjuk uh, nézni, de, de azok is vannak, szóval kaptunk egy tök jó tűzhelyet, egy, ez az obelisk, ez egy ilyen szagelszívő, akkor még egy szagelszívót, még, még egy szagelszívót, és egy egy hűtőt is kaptunk, úgyhogy hát most már teljes teljes ez a dolog, teljes a készletünk, ami azt életi, úgyhogy úristen, nem tudom, nem tudom mit mondjak, oké, okay. szóval most már Celebrity Chef, úgyhogy hát ennek nagyon örülök, ennél följebb már nincsen azt kell mondanom, úgyhogy váltanunk kéne munkát. Hát, um, igen, elértük. Jó, hát szerintem akkor váltsunk munkát, és akkor meg is van az első munka, gyorsan felírom magamnak, hogy ne felejtsem el semmiféleképpen. Azt nem tudom, hogy lépjünk-e ki a munkánkból, és aztán találjunk egy, hát inkább csak találjunk egy új munkát és nem írja se hogyan se, hogy azt már megcsináltuk. Uh, hol is van? Ó, van olyan munka egy Gardener, ezt nem is tudtam. Oké, okay, um, hol is van? Hát azon van most, ugye? Akkor azért nem. Na, nézzük az atlétikát. Oké, okay, um, legyen az atlétika, de csak azért, csak azért, hogy um, hogy meccseljen valahogyan a, az életcélunkhoz, bár Valószínűleg előbb fogjuk elérni az életcélunknak a csúcsát, mint a, mint a karrierünk csúcsát, de ez nem lényeg. Szóval mindegy igazából. workout kell, ez az első feladatunk. Ugye most vízhordó fiúk, vagy hogy is mondjam, vízhordók vagyunk, és ez az első szint, igen. Hát, most újra kell kezdenünk mindent, de nem baj. Nem baj, nem baj, ez a lényeg ennek az egész kihívásnak, hogy mindenünk ugyan meg legyen. Úgyhogy akkor most ö, gondoskodjunk a szükségleteiről, és aztán workoutolnunk kéne még egy kicsikét. Majd reggel, amikor felkelünk, és itt is van egy ilyen kis zacskó. Mindig találok belőle egyet kettőt így elszórtan. Gyorsan kikapcsoljuk a termosztátot is, hogy ö, még véletlenül se költsünk minél több ö, pénzt, tehát egy ennél több pénzt így tavasszal a fűtésre. És a workoutunkat megcsináltuk, úgyhogy gyorsan kajáljunk valamit, és aztán szerintem hamarosan mehetünk is ö, dolgozni, és az energized a, a megfelelő hangulat, amiben mennünk kéne ö, dolgozni, úgyhogy veszünk egy energizáló fürdőt illetve zuhanyt, bocsánat, mindig eltéveztem. Jézusom, mennyi cica van itt, sziasztok! Hát veletek meg mi van? Miért alszotok itt? Nem már, ne akarjátok, hogy örökbe fogadjalak titeket, te jég furball! Na jó, dolgozunk keményen, el is mentünk dolgozni, ahogy látom. Oké, okay, és akkor dolgozunk keményen. Remélhetőleg megfelelőek leszünk így ex-szakácsokként is így a, az atlétika munkakörben. Egyébként, mint ahogy olvastam, lehet választani atlétika és hát bodybuilder, és ilyen valamilyen, nem emlékszem már, de valamilyen atlétikus um, munkakör között majd lehet választani. Nyilván nem a bodybuildert fogom választani, szóval de ez biztos. Oké, okay, az a helyzet, hogy elég gyorsan megy fel a teljesítményünk, és már elő is léptettek, de Jézusom! Oké, okay, most már a második szinten vagyunk, és itt már a karizma is számít, úgyhogy át valószínűleg azt is kell. Oké, okay, szerintem a festészetet akkor okay, egy kicsit hanyagoljuk, és a festészetet nem fogjuk tovább továbbfejleszteni, viszont úgy gondolom, hogy a karizmát az kell majd, úgyhogy úgyhogy a karizmát majd igen, kaptunk valamit, valami, valami tárgyat is, amit most gyorsan lecsekkolunk. Oké, okay. Egy ilyen trófeatartót kaptunk, aha, igen, kaptunk egy trófeatartót, szuper, nincsenek trófeáink, de mindegy, mármint még nincsenek, és Barbie egy kicsikét van, de szerintem edzünk egy kicsit, és majd, amikor nincs kedve edzeni, akkor pedig tanulhatnánk a karizmát. Ahhoz, hogy lenyugodjon, joga rutint akar csinálni, úgyhogy csináljon egy ilyen Mind Concentrating Yoga Rutint. És eddig is értük a wellnessnek az első szintjét. Hát, igen. Nem baj. De legalább Barbie megnyugodott, úgyhogy legalább ez egy, ez egy jó, jó, jó dolog, hogy van itt. Ez a kis matracunk. Oké, okay, a nyolcadik szintet a fitness jártasságból, úgyhogy ez már alapból egy tök szuper dolog. És a déli uh, teszkunk is kész. És akkor most foglalkoznunk kéne egy kicsit a jártasságaival, vagy hát, hogy a szükségletével, bocsánat. Szóval együnk, fürödjünk, és jó, akkor aludjunk, és akkor majd máskor tanuljuk a karizmát. Nem kell feltétlenül most. Oké, okay, szerintem kezdjük el uh, tanulni a karizmát, egy kicsit feljebb fejleszteni, és vagy nem. Ne, nem, mert túlságosan kényelmetlenül érzi magát. Miért mi történt? Ja. Igen, ezt itt ki kéne takarítanunk, de már magától is megteszi úgy, hogy már be se kell neki konkrétan írni, hogy mit csináljon. Szóval akkor most tanuljuk egy kicsit a beszédet, és egy kicsit fejleszünk a karizmánkat, mert tudom, hogy ez a későbbiekben lehet, hogy még szükséges lesz a számunkra is. És hamarosan kezdődik is a munka, úgyhogy elértük egyébként a negyedik szintet, hogyha jól emlékszem. Igen, a negyedik szintet a karizma jártasságból. Mindig egy kicsit előrébb szeretnék tartani, mint ahogy a, a munka írja. És kíváncsi vagyok egyébként a ruciára, úgyhogy tök jól, hogy hát változna. De nem, nem változik át. Akkor pizsamába menjünk. Ja, ugyanaz a rucia, úgyhogy semmi extra. Dolgozunk keményen és elfelejtettem energizált állapotba hozni Balbit, úgyhogy hát, na mindegy. A teljesítményünk így is rohamosan növekszik, és megy fölfele, úgyhogy igazából nem probléma, hogy nem mentünk ideális módba, és előléptetek újra, jó ég, ebben a részben lesz hogy három előléptetés, biztosan. A harmadik szinten vagyunk, ami egyszerűen szuper, új ruhákat is kaptunk, de ez most minket nem érdekel. És teljesen jól van egyébként Barbie. Blaine hív minket. Uh, nem szeretnék uh, nem szeretnék ma ünnepelni, mert ó, holnap nincsen munka. Akkor igazából megünnepelhettük volna az előléptetésemet, de most már mindegy, most már teljesen mindegy. Uh, Capriz szaladot akar csinálni egyébként Barbie, úgyhogy megnézzük, hogy tudunk. Igen, tudunk. Akkor legalább azt az egyet teljesítsük és uh, egy szabad napot szeretne uh, kivenni, de az most nem lesz meg, illetve uh, hát ezt sem fogjuk teljesíteni szeretne Herb Crusted salmon is csinálni amit mi most nem fogunk csinálni úgyhogy inkább ehelyett uh, játszunk egy kicsit a számítógépen és uh, aztán pedig uh, tanulhatnánk a beszédet, tanulhat, az a, mármint, hogy a kreati kreativitás, nem, a karizmát, bocsánat, már nehezebben beszélek, tehát a karizmát, de tőle sajnos nem megy fel a szociális érteség, úgyhogy mindenképpen kell majd uh, valakivel beszélgetnünk. Elég késő van, úgy, hogy felhívni nagyon embereket, nem vagy másokat, annyira nem igazán tudunk szerintem, úgyhogy akkor cseteljünk inkább az interneten, és utána úgyis el kell mennünk aludni, és... Uh, ugye a karizmát is fejlesztenünk kell, meg uh, sok mindent kell fejlesztenünk, sok minden dolog van itt, amit uh, meg kell csinálnunk, de igen, most legalább csetel egy kicsit, és lassan megint kezd kezdi fölvenni, igen, a zombi külsejét, ami nem túlságosan szép, tudom, de nagyon álmos szegényem, szóval inkább feküdjünk le aludni, és akkor amikor fölkelt, majd akkor... Uh, Feljebb viszük a social szükségletét. A holnapi napon egyébként uh, kiírt a játék, hogy lesz Valentin nap, úgyhogy valószínűleg az majd egy külön részben lesz benne, ugyanis szeretnék néhány dolgot csinálni Valentin napkor. Um, úgyhogy most csak tanulunk egy kicsit, fejlesztjük a jártasságokat, és aztán szerintem hamarosan véget vetek ennek a résznek. Oké, okay, igazából ennyi karizma jártasság fejlesztés szerintem jó, már az ötödik szinten vagyunk, úgyhogy gyorsan kajáljunk, és már azt hiszem harmadik napja ezt a cheesecake-et és még nem romlott meg, úgyhogy elég durva. Aztán pedig uh, workoutoljunk egy kicsit, el akar menni joggolni, vagy joggingolni, úgyhogy majd azt is uh, meg fogjuk tenni. Viszont most először edzünk ezen a kis uh, gépecskén, és csináljuk meg a napi feladatunkat, ugyanis holnap már megyünk dolgozni. Úgyhogy szerintem én a mai napra uh, el is köszönök tőletek, gyorsan még beütöm neki, hogy menjen el uh, fürdeni, vagyis zuhanyozni, és utána pedig használja a WC-t, és szerintem akkor én már el is köszönök tőletek, és remélem, hogy tetszett nektek ez a videóm is annyira, mint a többi, és remélem egyébként, hogy a többi is tetszett nektek, és velem tartotok a következő részben. Sziasztok!